Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit Sepsi Szent Györgyön. Arra kérek minden tisztelt jelenlévőt, hogy az Om Nám mantra hétszeres ismétlésével, amely az univerzum a maga tisztaságában, kezdjük meg közösen ezt a dharma beszédet. Köszönjük szépen! A hagyomány a tanító, tanítás és tanítványi közösség hármasára épül. Aki az úton jár, előbb-utóbb szembe kerül ennek az elkerülhetetlenségével, hogy tanítója, tanítása és tanítványi közössége legyen. Szanszkritul ezek a fogalmak a Buddha, a Dharma és a Sangha. A tanító itt Európának ezen a tájéken egy erősen eltúlzott jelenség. Nevezhetjük guru komplexusnak, vagy megváltó projekciónak. Nagyon sok néven nevezhetjük azt a torzulatot, ahogy a legtöbb tanítóra rátekintünk. Különösen a transzcendens, vallásos, spirituális műfajban elképesztő az a terhelés, amit egy tanító belül vagy kívül érezhet. Ezt csak akkor tudja sikeresen a helyére tenni, hogyha nem hiszi el, amit a saját véleménye vagy a mások véleménye rávetít. Ha még elhiszi a saját véleményeit saját magáról, akkor túl korán lett tanító. Akkor az ő tanítója, aki őt kinevezte, hibát követett el, bár nem a tökéletességet várjuk, kell egy olyan szint, amikor sem a saját elméd döngicsélését, sem a mások elméjének a zajkeltését nem hiszed el. A tanítónak a keleti hagyomány szerint annyi ismérve van, hogy előtted jár az úton mondjuk 20 vagy 30, esetleg több évvel. Többször bukott és többször kelt föl, mint te. De mindig egyel többször kelt föl, mint ahányszor elbukott, és pont ezért ül előtted. Az iránytartása az nem csak a buddhizmusban, hanem a taoizmusban is elképesztően fontos. Az út és az energia könyve, a Tao Te Ching, az világosan leírja, hogy ha ezt az irányt elveszítjük, akkor mindent elveszítünk, és leválunk a természetről, leválunk öntermészetünkről. Tehát a tanító keleten az, aki ezt az önvalót tapasztalta. Hogy milyen mértékben, az már gyakorlatától és tanítójától függ. De ennek a tapasztalatnak a mélysége az egyetlen különbség, ami a tanítót, a tanítvány elé vagy fölé helyezi. Itt nyugaton egy teljesen más tanítókép érvényesülne,
hogyha hagynánk, ahogy ezt az előbb mondtam. És a tanítványnak az a dolga, hogy a legelején már lehántsa ezeket a projekciókat, és meghagyja a jogos elvárásait. Hogy tanítást kapjon, és nem megváltást. Hogy az önállóság megtartásával, de engedelmességgel hozza a döntéseit. Hogy tanítványként csak a saját illúzióitól kelljen megszabadulnia, és semmi mástól. Ez épp elég munka így is. És a tanítóban csak a tanítást kell meghálálni, de a személyét azt elég egy kicsit távolról tisztelni, ha esetleg nem szeretnéd őt. Felnőttként meg kell tanulnunk nem csak a szeretett személyektől tanulni, hanem azoktól is, akik hordoznak valamilyen értéket, akár szellemi értéket is, de személyüket nem viseljük el. Ekkor a távoli tisztelet bőven elég ahhoz, hogy te kikapcsold a saját véleményalkotásodat, és a tanítást elvidd a tanítótól, tehát a darmát, de hagyd a tanító karmáját ott, ahol van. Bár mind a ketten emberek vagytok, tanító és tanítvány egyaránt, az emberi síkon nem biztos, hogy sikeresen találkoztok. Még ha sikeres is lenne a találkozás, akkor sem lehet a tanító, a tanítvány barátja. Túl kiegyenlített lenne a viszony, és nem lehetne érdemben sem tanítani, sem tanulni. Mit kell tehát elsajátítani? Ez a tan, ez a törvény, ahogy ez a világ működik, ezt hívják darmának. A darma kis d-vel egy jelenség, mondjuk ez a bot. A jelenségnek van neve és formája, szanszkritul náma, rupa. És ennek a jelenségnek a működése, a tatvája az, ami rendeződik egy világtörvénybe, a darmába. Tehát ennek a botnak az a tatvája, hogy kemény, hogy göcsörtös, hogy különböző árnyalatú barna. És hogyha ütök vele, hallatszik. És ez illik abba a törvénybe, hogy minden jelenség megjelenik, fennmarad és eltűnik. Ezt valaki Koreában kifaragta, fából megfestette. Utána bekerült egy bőrönbe egy átlósan, mert annyi fért el, és eljött ide Európába. És ez addig marad, amíg valami nagy tűz vagy katasztrófa fel nem emészti. Ez ennek a létmódja. A létmód és a működésmód találkozik, de nem ugyanaz. A darma tehát az ok és okozat törvénye, ahogy az működik egy tárgynál, egy embernél, egy társadalomnál, egy bolygónál, az egész világegyetemben. A darmában az a fantasztikus, hogy teljesen véleményfüggetlen, és ahogy az előbb mondtam, a tanító-tanítvány viszonyt, úgy az egyén és a külvilág viszonyát is vélemény nélkül a maga tiszta működésében és okozatiságában mutatja. Érdekes, hogy a világnak ezen a táján, így Kelet-Európának ezen a mosolygós Kárpát-medencei szegletén ezzel egy kicsit hadilábon állunk. Miért? Mert itt belép a logosz betegség, a szöveg abstrakciója, hogy a törvény, amit olvasunk, valahogy csak kicsit vonatkozik ránk. Valahogy mi a kivétel vagyunk, akik erősítik a szabályt, de mi valami kedvezményt azért kapjunk fölülről, hogy az okozatiság ne sújtson minket annyira, amennyire a másik embert mellettem. Tehát itt nagyon sok korábbi kulturális és vallási tapasztalat gyengíti azt a látást, vagy véleményfüggetlenséget, amivel az ok és okozat működését láthatnánk belül és kívül egyaránt. Ezt onnan látod, hogy következmény nélküli országban szeretnénk élni. Legalábbis jó páran ezt szeretnék. És ez pontosan a valóságtól való elrugaszkodást eredményezi, melytől tudjuk, hogy nem lehet elrugaszkodni, csak ideig, óráig lefedni azt a folyamatot, amit nem akarunk látni. És ez a szándékos vakság, az ok és okozat törvényének a semmibevétele, ez a nyomorúságunknak az oka. Ez annak az oka, hogy miért nem veszük észre a másik embert úgy, ahogy van.
Miért nem veszük észre a társadalmunkat, ahogy tényleg működik, amilyen múlttal rendelkezik, amilyen jövővel rendelkezhetne, ha tisztán látnánk. A dharma tehát úgy is működik, hogy látod, hiszed és egyé válsz vele, és úgy is működik, hogy eltakarod a szemedet, hitetlen vagy, és megpróbálsz leválni róla egy kis magánuniverzumba, ahol egy kicsit jobb világ van, mint a nagyban. És világos, hogy ez az utóbbi félmondat, ez nem működik. A családban ez akkor mutatkozik meg, amikor mondjuk pár hét nyugalom után egyszer van egy olasz konyhás veszekedés, és akkor kiderül, hogy apu és anyu nem rakott mindent rendbe az alatt a három hét alatt, és akkor a lefolytott indulatok és a kimondatlanságok egyszer csak összetört edények és üvöltözés formájában mutatkoznak meg. A társadalmaknál ezek a forradalmak, a háborúk, azok a veszekedések, amikor az egyik identitás nem ért egyet a másikkal. Mert nem látjuk a lényegi azonosságunkat és a jelenségbeli különbözőségünket. Képzeljük el, hogy a botnak a két vége elfelejtené, hogy egy ugyanazon bot két vége, és elkezdenének harcolni, hogy melyik az igazi zenbot, ez a vége, vagy ez a vége. És akkor azt látnád, hogy a bot magától így üti egymást. Mert a végek vitatkoznak, és mindegyik hangosabbat akar ütni. És hogy üti az egyik a saját mondandóját, úgy azt várja, hogy a másik vég eltűnjön. De aztán a másik vég is üt, és azt várja, hogy az egyik tűnjön el. Ez az erőszak. Amikor meg akarom szüntetni a másik felet azért, hogy nekem igazam, terem, életem és egyebem legyen. Nem csak ez a szomorú, hogy ez ebből a nem látásból, szanszkritul avidjából keletkezik, amelynek két fő kifutása az erőszak és a kapzsiság vagy mohóság, hanem az, hogy ebből évezredek óta nem tanulunk. Mindig pótmegoldásokat keresünk, mindig a könnyebbik utat keressük, és el szeretnénk kerülni azt a következményt, amely mindig is ott volt, és egyszer érvényesül, de minél hamarabb érvényesül, annál kevesebb fájdalommal jár. Minél inkább késleltetjük ennek a belátását, annál több szenvedés halmozódik fel, akár egy családban, akár egy városban, akár egy országban, akár az egész Földön. Jelenleg a Földön 8 milliárd körüli ember van. Mennyire látjuk jól kollektíve az ok és okozat működését? Ezt onnan mérheted föl, hogy milyen szenvedés van egy adott területen. Ahol nagyon nagy szenvedés van, ott nagyon rosszul látják. Ahol kevesebb szenvedés van, ott kevésbé. És ahol szinte nincs szenvedés, ott szinte jól látják, hogy a dharma, az ok és okozat törvénye hogyan működik. Tehát a kérdés, ami eljuttathat az illúziótól a valóságig, az az, hogy hol hibáztam. Ezzel ne bűntudatot kelts, te ne is mentsd föl magad. Hol hibáztam? Hol hibáztam a társ felé, a család felé, a társadalom felé? Magam felé. Hol hazudtam magamnak? Hol nem voltam őszinte a párommal? Hol voltam csak szerepjátékos a társadalomban, hogy jó embernek higgyenek, hogy én megbecsült tagja legyek a társadalomnak? És csak azt az arcomat mutattam, amely ezt elősegíthette. De mögötte volt egy olyan valóság, amit most a média elkezd ugye teregetni, és ez a teregetés ugye kínos, mert egyszer csak kiborultak a csontvázak a szekrényből. A harmadik elem, ahogy azt kezdtem, a szanga, a társadalom, a csoport maga. És a dharma nem ismerete, az egyén nem látása, és szélsőségekre szakadása, az egy sérült családot, sérült társadalmat eredményez. A tanító hiánya és a dharma nem ismerete mindig az adott társadalomban, az adott családban csapódik le következményként. Tehát, hogyha nem bírjuk egymást, hogyha nem tudunk viszonyulni helyesen, ha nem tudunk együttműködni,
akkor az első kérdés annak kéne lenni, hogy mit nem láttam? Mit nem láttam a másikban? Mit nem láttam magamban? Mit nem hallottam meg? Mert egy társadalom torzulása, egy család sérülése, egy párkapcsolat ingatagsága az azért van, mert nem ismerjük a darmát. Nem ismerjük a törvényt, az íratlant, amelyet írásba is lehet foglalni részben. Egészben sohasem. És az okozatiság helyes ismerete lenne az, amellyel föl tudnánk számolni a szenvedést, meg tudnánk gyógyítani magunkat, a párunkat, a családunkat, a népünket. Ez az egészség a tudatosságban van, mint lehetőség. Minél tudatosabb vagy, annál egészebb vagy. Minél osztottabb a tudatod, mert elhiszed a duális gondolkodás illúzióját, annál betegebb vagy. Minél jobban ragaszkodsz a saját traumáidhoz, annál betegebb a tested. Úgyhogy a dharma működése az egészséghez vezet. Felébredéshez vezet. És Marti Barna dharma mester bevezetője után az ez irányú kérdéseiteket szívesen megválaszoljuk. Köszönöm. Amikor ebbe a terembe beléptem, akkor az első, ami szemembe ötlött egy fölöttünk, ez a címer. Egy oldalon hold, csillagokkal, másik oldalon nap, középen egy páncélos kar, egy karddal, ami átdöv egy szívet. És ezt egy szép terembe azonosulásként, valaminek a sugallataként felrajzoljuk, és ez miféle energiákat mozdít meg bennünk, miért érezzük úgy, hogy ez az, ami mondjuk például három széket jellemzi. Miféle szenvedések azok, amik így folyamatosan kicsavarják az élethelyzeteinket. A másik, ami eszembe jutott, ugye mondta Csaba, hogy ez az a terem, ahol Gábor Áron azt mondta, hogy lesz ágyú. Hát biztos, hogy kellett. De utána meg született egy dal rajta, hogy Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva. Minek van az felvirágozva, az az ágyú? Ki virágozta fel? És indulnak már a tűzérek messze a csatába. Tehát ez az, amikor egy yin energia ezt az erőszakot, ezt felvirágozza. És akkor azt mondjuk, hogy nehéz a rézágyú, felszántja a hegyet, völgyet, édes rózsám, a hazáért el kell válnom tőled. Érezzük, hogy hányszor fordul meg az érzelem és az erőszak ebben a kis szakaszban. Érezzük, hogy hány félreolvasás és félremagasztolás és félreazonosulás van egy ilyen kis nótácskában. És nem tudom, ti hogy vagytok fele, én nem sok vidám magyar népdalt ismerek, ahol nem ne lenne valamiféle szomorúság, valamiféle vér, valamiféle seb, valamiféle fájdalom. És miért van az, hogy ez az, ami minket ennyire meg tud érinteni? A beszéd elején elgurult egy kupak, és akkor már itt csend volt. És ezt a kupakot mindenki hallotta. De csak azért hallotta, mert csend volt. És nagyjából hallotta is mindenki, hogy ez egy kupak. Hallotta is, hogy elgurult, és be tudta azonosítani, és megvolt az a tér, hogy tegyek valamit, ne tegyek valamit. Az ilyen elguruló kupakokat, a halkabb dolgokat legtöbbször nem vesszük észre. A halkat azt arra mondom, hogy kissé kevésbé penetráns, kissé kevésbé harsány. Legyen az hang, legyen az illat, szag. Kevésbé veszük észre, hogyha valamelyest nem próbáljuk letisztítani az érzékelésünket.
Ugye az előző bevezetőben elhangzott, hogy mennyire ismerjük az okozatot. Ez néha egy picit baj, hogy ismerni akarjuk az okozatot. Mennyire látjuk az okozatot. És a látás az is egy olyan szó, amit helyettesítünk azzal, valamiféle érzékelésre használunk, ami már nem szemmel történik, nem füllel történik, nem gondolattal, nem megkülönböztetéssel, és mégsem tudunk jobbat rá találni, mint az, hogy látás, esetleg érzékelés. És ez az, amire rengeteg energia rámegy, hogy az érzékelésünket lefolytsuk. Akár ideológiákkal, akár bizonyos elfolytott energiákkal. Az én sejtjeimnek fele legalább három széki kézdivásárhelyről, kézdi Szentlélekről származik a családnak az egyik fele, és hát, hogy helyi karma, vagy nem helyi karma, éreztem sokszor ezt a fajta erőt belül, de inkább halkan szenvedő elégedetlenséget. És egy picit ez is eszembe jutott, amikor a nap meg a hold között ott van a harc valahol. Az értelem meg az értelem között ott van egy kard, amire inkább feláldozom, ugye édes rózsám a hazáért, feláldozom magam. Biztos, hogy fel kell áldozni magunkat? Látjuk, jól látjuk a helyzetet? Érdemes ezzel foglalkozni, mert ha nem látjuk jól, nem érzékeljük jól a helyzetet, biztos, hogy van más, aki jobban érzékeli a helyzetet, és ha nem érezzük a saját működésünket, akkor ott lehet minket megvezetni, ahol ez az érzékelés egy picit el van valamiféle dologgal fedve. És mihelyst nem látjuk át a saját működésünket, bizony tudnak nekünk egy olyat mondani, hogy na most azt az embert meg kell ölnöd azért, hogy annak az embernek jobb legyen. Hogyha alapszinten gondolunk ezek bele, akkor borzasztó őrület. Borzasztó őrület azért, hogy így oldani meg valamit, hogy egy embert megölünk. De valahol elindult ugye ez a szemet szemért fogad fogért dolog. Hol ér véget? Történelmünkben, valahol belül. Mennyire finom regiszterekben folytatódik ez, mert ugye nem csak egy kard, nem egy fém kard az, amivel járkálunk naponta az úton, de valahol hordozunk-e magunkban egy ilyen erős kardot, amivel mindig szabdalkozni akarunk, vagdalkozni akarunk, akár belül, érzelmileg, akár gondolatilag. Ez csak egy kis reflexió, amit egy címer kivált belőlem, de mi az, ami a címer előtt van? Ezt a címert is valaki kigondolta, valahonnan jött neki. Honnan jött? Mi az, ami mindegyikőtökben működik, mint címer, mint életmodell? Mi az, ami fontos? Mennyire működik az, ami fontos, és hogyha nem működik valami, akkor mennyire vagyunk hajlandóak ezek mögé nézni? A zen az nagyon világos és egyszerű módszerekkel próbál ezen segíteni, mégpedig úgy, hogy még önmagát is megkérdőjelezi. Hogy tulajdonképpen zen nincs. Mi mégis itt vagyunk. Ti vagytok? Ha igen, honnan tudjátok? Mi az, hogy ti vagytok, vagy hogy én vagyok? Egyáltalán ezt a létezést, ezt bármikor is meg kellene magyarázni? Direkt mondtam, hogy nem meg lehet magyarázni, hanem meg kell. Ugye hány magyarázat az, ami segít abban, hogy
tényleg megtapasztaljunk valamit. Hány szakácskönyvet kell elolvasnunk, ugye, ahhoz, hogy jól lakjunk? Hát elég sokat. De elég sokat el kell elolvashatunk ahhoz is, hogy éhen haljunk. Ugye, mi az a kapcsolat, amit meg kell ahhoz teremteni, hogy a dolgok működjenek? Mi az a látás, ami szükséges ahhoz, hogy a dolgok ne okozzanak fájdalmat, ne szenvedtessenek se minket, se a környezetünket? Nem tudom. És mikor az ilyen pillanatokhoz elérünk, ahol még nincs se megszólalás, se folytatás, se kérdezés, akkor érezzük mégis, hogy ott valami van, valami tér. Még ha nincs, akkor is van. Ettől sokszor nagyon félünk. Ugye egy párkapcsolatban nagyon sokat elárul az együttlét minőségéről az, hogy milyen a csend. Pedig az csak egy csend. Egy ekkora teremben is nagyon sokat elárul, hogy milyen a csend. Pedig az is csak egy csend. Mitől válik a csend tartalmassá? Mi az a tartalom, ami az ürességben mégis jelen van, holott az üresség? Ezeket általában érzékek, érzelmek, gondolatokon keresztül próbáljuk megközelíteni, és mivel ez a duális világban nem működik, ezért csalódunk is mindig benne. Mert megszülettünk, tudjuk, hogy meg fogunk halni, de mégis érezzük, hogy valami van, valahonnan jövünk, valahova megyünk. Mi ez? Kell ágyú? Szerintem most nem. Ha bárkinek bármiféle kérdése van, akkor itt az ideje. Hogyha adódik egy konfliktus az ember életében, akkor érdemes-e azt a konfliktust továbbvinni, abban az esetben, ha úgy gondolom, hogy igazam van, vagy érdemesebb elállni és hagyni, hogy tovább menjen? Kivel szemben? Ez egy konkrét történet, tehát ennyire... De semmi konkrétumot nem mondtál. Ja, azért, hogy mert hosszú és részletekben... Nem. Jó. Ne. A hosszú történet felesleges. Így van. Ezért. A konkrétum kell, ugyanis az egy abstrakció mögé bújtattad a lényeget. Legyek konkrét. Kivel szemben van a konfliktus? Ez egy mondat. Mi az? Tehát ahhoz el kéne mondanom nem. A sztorit. Nem. Ne bújj a sztori mögé. Nem bújok a sztori mögé. Kivel szemben van konfliktus? Ez egy fél mondat. Mondd ki. Hogy átlettem verve, én úgy gondolom, hogy igazam van. Kiálljak-e az igazamért? Nehéz eset vagy. Kivert át? Egy fényművészeti múzeumot alapítottunk Budapesten, és ott a befektetők tulajdonképpen átvertek. Na végre, tehát pénzügy, befektető, nem, múzeum. Múzeum, okay. Igen. Nem család, nem kutya. Nem jó. Család, nem kutya. Nincs szeretett kapcsolat, akkor könnyű. Igen. Szeretett kapcsolatban lenne nehéz eldönteni, és boldogok legyünk együtt, vagy pedig igazam legyen veled szemben. Ez az egyetlen egy hatalmas paradoxon, az összes többi törvény. Tessék megnézni a szerződés, mit mond, és ügyvédet fogadni. Kész. Ez ennyire egyszerű, kell, hogy legyen. Ne bonyolítsuk, ne bonyolítsuk. Az, hogy hogyan értelmezed te a szerződést, és az ellenoldal a szerződést, ez már egy óriási tanulás. Tehát, ki olvasta el jól, azt az ügyvéd meg fogja mondani.
És nézd meg azt, hogy mennyit kell beletenned abba, hogy eljuss valamilyen eredményig, pénzügyileg, időben, energiában, befolyásban és egyébben. Ha megéri, csináld meg. Ha nem éri meg, lenyeled a békát, tanultál valamit, és mész tovább. Következő kérdés. Egy olyan élethelyzetben vagyok, hogy egyfajta válaszút, de ugyanakkor úgy érzem, mint egy ilyen mozgóhomok, hogy minél jobban próbálom megtalálni az utat, annál jobban elsüllyedek. Mi az, amit tennem kellene? Mivel kapcsolatban? Hát, hogy kimászok ebből az élethelyzetből, hogy megtalálni a megoldást. Gödör? Hol van ez a gödör? Munka, kapcsolat, minden. Pénz. Tehát munka is, kapcsolat is, életfeladat elég összetett. Mi ez az életfeladat? Tehát nem igazán tudom, hogy... Tehát külföldön éltem, és most hazajöttem, hogy itthon, mivel ide születtem, talán Erdélybe, Szentgyörgyön születtem, gondolom, itt van az élet, itt van egy küldetés, itt van egy feladat, és nem találom. Gondolod. Kérem? Gondolod. Most mondtad, hogy gondolod, hogy visszajöttél, gondolod, hogy itt van feladatod, és nem találod. Eddig hány feladatot állítottál magad elé, amit teljesítettél? Sokat, de nem biztos, hogy tudatosan tettem azt. Ezek a feladatok végső soron mindig visszavezetnek egy feladatra. Hogyha te úgy érzed, hogy itt van feladatod, hogyha itt kellene valamit csinálni, akkor ezért gondolom, hogy én is gondolom, hogy te teszel is valamit. Viszont amit teszel, milyen célképzet érdekében teszed? Mondod, hogy életfeladat, hogy fut a homok. Hova fut? Hova süllyedsz? Mi van, hogyha teljesen összeomlik minden? Akkor mi van? Végig gondoltad, hogy mi van, hogyha oké, teljesen eltűnik az egész. Akkor mi van? Mi van, hogyha teljesen megfordul az egész? Akkor mi van? Az, hogy te gondolatban mit hozol létre, és érzelmileg mit hozol létre, az sokszor gátol abban, hogy ebben a pillanatban te oda tedd magad, ahova kell. És nem lehet igazából semmilyen célképzettel, semmilyen úton úgy járni, hogy ne egy lépést tégy egyszerre. És ezt általában elfelejtjük. Általában elfelejtjük azt, hogy bármennyire szép is az út, és bármennyire szép a cél, az útnak a cél az egy abszolút pici töredéke. Az oda vezető lépések, azok meg az út. Tehát nem az van, hogy ó, én akkor, majd akkor, hogyha ez meg ez megtörténik, akkor boldog leszek. A boldogság, mint végképzet, az az egyik legnagyobb tévedés. Mert a boldogság az inkább eszköz kéne legyen. És ahhoz, hogy a boldogság az az egy telített energiai szint, hogy eszközként megjelenjen, akkor nem engedheted meg magadnak legtöbbször, hogy szétszabdald az energiákat, például aggodalomra, mert a jövőképpen azért aggódunk, amit elképzelünk, a múltból azért fáj, mert emlékezünk, és akkor itt vagyunk ebben a pillanatban, és most mi van? És nem akarunk ebből kiindulni, hanem szépen szétszakítjuk a jelen pillanatunkat múltra és jövőre, és itt vagyunk egy ilyen nagyon nyúlós, ilyen vákuumszerű helyzetben, akkor nem tudunk magunkkal mit kezdeni. Ezért szoktuk ilyenkor ajánlani egy picit a gyakorlást. Picit egyszer érkezz meg. Mielőtt bármilyen problémát elkezdenél, csak egyszer üljünk le, lélegezzünk egyet, és nézzük meg, hogy most mi van. És valami picikét, amiben tényleg rálátsz, tényleg tudsz valamit tenni, és tényleg van annak eredménye. És akkor tedd azt, szépen lépésről lépésre.
És ne várd azt, hogy ettől most megoldódik. Nem lehet tudni, hogy mi oldódik meg, de akkor biztos, hogy nem fog megoldódni, hogy az életed, hogyha azt akarod, hogy most megoldódjon valahonnan kívülről, majd egyszer csak olyan körülmények állnak be, valamiféle csoda folytán, hogy akkor te egyszer majd annak tudod nevezni az életet, aminek akarod. Mert most is annak nevezed, aminek akarod. Csak valamiféle más dolognak akarod nevezni. Így, ahogy itt ülsz, teljesen rendben van. Ezt a hétköznapjaikban, különböző szituációkban ugyanígy meg lehet tenni. Nagyon helyesen ülsz. Nagyon eredményesen ülsz. Veszel levegőt is, még egy kicsit el is mosolyodsz. Ez nem elég? Hogyha pillanatról pillanatra meg tudod ezt tartani, akkor pillanatról pillanatra nem cuppansz annyira rá ezekre a kreált vagy nem kreált, nem akarom ezzel lekicsinyelni a te nehézségeidet. De az biztos, hogy ha nagyon közel mész hozzá, és rácuppansz, akkor nehezebb kezelni az egészet. Tehát ha nagyon közel vagyunk a képhez, akkor nem tudunk festeni. Illetve nem látunk rá. Érdemes mindig egy picit hátralépni. És ebben a hátralépésben, ebben nagyon sokat segít egy praxis, például a zen, mi most azt tudjuk ilyenkor ajánlani. Köszönöm. Régóta keresem a választ, hogy mi a fény. Mi a fény? Igen, igen. Tehát, hogy maga a foton, maga a jelenség, maga az, hogy van fény. Ti hogyan gondoljátok, hogy... Milyen színű az a drapéria mögöttem? Olyan színű, amit visszaver, és amit én nem magyarázkodj, tükröz. Milyen színű? Ultramarin, sötét ultramarin kék. Igen. Neked most ez a fény. Igen. Az összes többi magyarázat, ami benned látja ezt az ultramarin kéket, az a fontos. Tehát az igazi önvalónk az nem fény vagy árnyék. Ha fény lenne, akkor manicheusok lennénk, és a fényt hirdetnénk, és a sötétséget gyűlölnénk. De senki nem tudna aludni. Tehát az, amiről beszélünk, mint felébredés, nem is szeretem ezt a szót, hogy megvilágosodás, mert félrevezet, mint hogyha egy ilyen kozmikus villanykapcsolót kéne fölkapcsolni, és akkor mindenkinek jó lesz. Nem. Fel kéne ébredni az illúziókból, az éberalvásból, az alvajárásból. Tehát a fény, hogyha spirituális értelembe kérdezed, félrevezető, az egy féligasság, oké? Mellé nagyon kell az árnyék és a sötétség. A kettő együtt ad ki valamit, ami kérdőjel, hogy ez az egész az micsoda. Miért? Mert a láthatatlan részét nem látjuk, azért láthatatlan. Az érzékelőddel, a tiszta tükröddel felfoghatsz belőle valamennyit, amennyit az érzékszervi ragaszkodásaid engednek. És ezért van mondjuk a tradicionális értékeknek, hogy lemondás, fegyelem, önzetlenség, gyakorlás. Tehát azért van sok értéke és hozadéka, mert az érzékszervi ragaszkodások csökkenésével, tehát a láthatóba tett energia lecsökkentésével, a láthatatlanba tett növelhető, nem szükségszerűen növekszik, csak akkor, hogyha megfelelően gyakorolsz, mert van egy jó tanítód, tanításod és tanítványi közösség, ahova jársz. Tehát az, hogy fény, hogyha neked a fotonja láb, meg az egyéb ilyen fizikai magyarázatok kellenek, az egy másik sátor, az nem ez a sátor. De az, ami látja a fényt, az, ami látja a sötétséget, na az, ami asztalunk. A zenben van egy úgynevezett üres kör. Ez a wu-chi. Ez azt jelenti, hogy itt még nincs elosztva a világ sötétre és világosra. Még nincs teremtés. Ez az, amit valahol úgy jelölhetett a régi írás, hogy Isten vala az ige, és Istennél vala az ige. Nézzük meg, ezt nem szoktuk megkülönböztetni. Hogy ő volt az, és nála volt. Tehát az önazonosságát még nem vesztett el, még nem árad ki, még nem jelentek meg dualitások. A létezés 12 rétű láncolatában ugyanez úgy van, hogy az avidjá előtti, a nemlátás előtti állapot.
Ez a keletkezés és megszűnés, sötét és világosság előtti állapot. És az ennek van egy alaptanítás, hogy ide, ebbe az állapotba vissza lehet térni. Pillanatról pillanatra, helyzettől, karmától, gondolkodástól, érzelmektől függetlenül. Mert ha az ezektől való ragaszkodástól megszabadulsz, akkor tudsz ebbe az állapotba, az üres körbe, vagy az ürességbe visszalépni. Amikor a keletkezés, a teremtés elindul, akkor ebből az üres körből lesz az a nagyon ismerős két halacska, delfinke, aminek van egy ellenkező színű szeme, a fehér és a fekete, amikor szépen mennek körbe-körbe, yin-yangnak szoktuk mondani. A pontos megnevezése ebben az esetben az a tai chi, tehát az osztott kör, ahol van ég és föld, sötét és világos. Tehát, hogyha csak a fotonokat keresed, akkor előbb-utóbb megvakulsz, mert a fény elvakít. Nem lehet a látásodnak tárgya ez. Az, amikor a napfény túlvilágít. A sötétség ugyanúgy megvakít, csak ott a foton hiány a probléma. És az az érdekes, hogy ahhoz, hogy a szemünk lásson, ahhoz kontraszt kell. Tehát valamilyen különbség kell a látótérben valami és egy másik valami között. Ekkor látunk. De ez a fizikai látás, amit mi tudatosságnak mondunk, és a Védántától kezdve a zenig minden ázsiai hagyomány, amelyik advaitával vagy nem kettősséggel foglalkozik, vidyának mond, vagy látásnak mond, hogy ezt hallhattad korábban egy válaszban ma, nem érzékszervi látás. Benne van az is, hogy látsz a szemeddel, de az is, hogy hallasz a füleddel, érzel a szíveddel, szagolsz az orroddal, tapintasz a bőröddel. És ez a tudatosság az, amit látásnak neveztetik. Ahogy a tudatod teremti a világot, és az elméd osztja különböző minőségekre, úgy teremtődik a tapasztalás is. És hogyha erről elfeledkezzünk, mert most 20-szor átugrottad, pedig megpróbáltunk téged visszavezetni abba a pillanatba, amikor ez a teremtés megtörténik, akkor nem látod. Azt hiszed, hogy objektív. Azt hiszed, hogy rajtad kívül létezik. Azt hiszed, hogy az elméd alkotása, a dualisztikus tevékenysége itt figyelmen kívül hagyható, mert csak úgy történik, csak úgy történünk. Hát nem. Ez projekció. Nem, ez introjekció. Ez azt jelenti, hogy amit látsz, azt vidd belülre. Amíg ezt nem teszed meg, addig projekciónak tűnik. A logika olyan, mint a halászháló. Az okozatiság olyan, mint a tenger. A halászhálóval valamennyi logikai tapasztalatot, konklúziót, egyebet kifoghatsz, de ahhoz, hogy az egészet lásd, le kell tenni a hálót, és be kell ugrani a tengerbe. Nagyon sok tudós, sőt, engem 3 pszichológus keresett meg azzal, hogy kísérletezni szeretnének a templomi szangán, és racionálisan leírták, hogy miért. Én pedig racionálisan megmondtam, hogy miért ne. És nagyon érdekes, hogy azóta se kerestek meg azzal, hogy hogy lehetne ezt nem racionálisan, oksággal, kőkemény logikával csinálni. Miért? Mert hogyha ezt túlhúzzuk, akkor embertelen lesz. Értjük? Úgyhogy ne logikából kérdezz, magadból kérdezz. Van? Most nincs semmi gond, majd lesz, majd szólsz. Jó? Jó. Nagyon jó. Következő kérdés. Az együttérzésről és az elfogadásról, ha beszélnétek, illetve ezt mind olyan emberek felé, akik nem szeretnek, vagy nem tudnak szeretni. Miben segíthetek? Hogy hogyan tudom elfogadni azt, hogy nem szeretnek? Vagy hogyan tudok együtt érezni azokkal? Miben segíthetek? Akkor nem tudom. Ezzel a kérdéssel például együtt tudsz érezni, mert egyrészt mert kérdés, és nem akarja a másikra rányomni se a véleményét, se a projekcióját, viszont mégis kinyitja valamennyire a teret. Miért akarsz egyébként mindenkivel együtt érezni? Hát... Mi a különbség a mindenki és közted? Nem tudom.
Nagyon jó. Tartsd meg ezt a nem tudomot, és pillanatról pillanatra csak tedd azt, amit helyesnek látsz. Ne akarj te rögtön az egész világon segíteni. Kezd magadon. Köszönöm. Egy kérdésem van hozzád. Van-e olyan emberi lény az életedben, akit te szeretsz, de ő nem szeret téged viszont? Szerintem van. Elmondod, hogy ki ő? Nem név szerint, kapcsolattípus szerint? Hát leginkább én magam. Nem. 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 Most elbújtál. Nem. Nem. Van egy lény, akit te szeretsz, és ő nem szeret vissza. Ki ő? Kapcsolattípus szerint. Mondd el. Anyukám. Anyukád. Na. Az anyukáddal való szeretett kapcsolat egyoldalúsága kihat a teljes érzelmi életedre. És a párkapcsolatra is, és a családi életre is. Tessék anyukával rendezni a viszonyt, okay? És végre nem csak a lánya lenni, hanem felnőttként a lánya lenni. Oké? Okay? Oké. Okay. Jó. Egyéb kérdés? Amit eddig megértettem, az az, hogy tapasztalni jöttünk, születtünk le a földre. És honnan tudhatom azt, hogy ha nekem van egy, mondjuk egy jó életem, akkor az az előző életeimnek a karmája, vagy esetleg egy gyáva énem, aki nem mer a fényre lépni és vállalni akár azt, amit itt az előző beszédben elhangzott, mint Gábor Áron, hogy olyasmit tapasztaljunk, meg olyasmit éljünk meg, ami egy jobb életre vezet, vagy egy jobb... Ez már két kérdés. Láttad? Tehát az első, hogy miért jöttünk ide a földre. Igen. Teljesen mindegy, hogy itt ki mit mond. Te miért vagy itt? Szeretnél tapasztalni? Akkor igen. Ezért vagy itt. Van, aki azt hiszi, hogy ez egy büntetőtábor, van, aki azt hiszi, hogy ez egy paradicsom, van, aki azt hiszi, hogy ez egy más zöldség. Egyébként a paradicsom gyümölcs. Tehát ezt azért leszögezzük. Tehát ha te azt hiszed, hogy itt tapasztalni van dolgunk, akkor neked ez az élet. Fantasztikus. Van, aki azt hiszi, hogy tanulni jött ide. Hurrá! De az élet és halál önmagában üresség természetű, nincs eredetileg oka, jelentése és eredete. De hogyha tapasztalod ezt, akkor adhatsz neki okot, értelmet, és meglátod a karmád eredetét. És ez vezet a második kérdésedhez, hogy igen, okkal születünk oda, úgy azokhoz, olyan körülmények közé, akikhez, amikor és ahova. De az már akkor elmúlt, amikor az első oá kijött a szádon, mert megtörtént, mert megszülettél. És növekedésed és tudatosodásod mértékében tudsz ezzel bánni, úgyhogy részben letisztítod, részben megtartod, részben újra teremted. Ne azzal foglalkozz, hogy te most miért, meg hogyan, és hogy ez a jó élet, és hogy most gyáva voltam, vagy nem. Ez a kétkedő intellektus. És ez a kétkedő intellektus, ez felszabdalja ezt az életet, hogy valamit kiszedjen belőle, holott ez egészben jó. Tehát keleten van egy mondás, miért vágjam az alkaromat darabokra, mikor az egyben jó? Úgyhogy ne vágd az életedet az analízissel miszlikbe. Éld úgy, hogy magadnak és másoknak egyaránt hasznára váljék. Van még? Köszönöm, nagyon szépen. Nagyon szívesen. Mi az a belső hang, ami azt mondja, hogy itt a helyem, vagy nincs itt a helyem? Én időben elindultam, és az autóm lerobbant, és nem sikerült elérjek. Azt hallottam, hogy ha nem vagy arra az útra való, az erő onnan kitesz. Te hogy érzed? Te hogy érzed, hogy itt a helyed, vagy nincs itt a helyed? Azt érzem, hogy itt a helyem, csak ugye ez az én érzésem. De hogy valójában azt nem tudom, hogy miért volt az, hogy a kocsi most éppen lerobbant. Hát valószínűleg nem volt eléggé szervizelve, vagy valamiféle rámentél egy szögre. Teljesen mindegy a nagyobb kontextusban, hogy mi van. Ha egyébként meg az, hogy lerobbant a kocsi, igen, akkor dönthettél volna úgy, hogy
akkor ez egy égi jel, vagy egy belső hang, de te nem döntöttél úgy, aminek nagyon örülünk egyébként. Tehát ez olyan, mint a horoszkóp mondjuk, hogy lehet, hogy van valamiféle tendencia, de ez, ha azt mondja a tévé, hogy esni fog az eső, akkor te inkább ez, hogy jaj, esni fog az eső, én akkor nem megyek sehova, mert megázom. De van egy választásod mondjuk, hogy veszel egy esernyőt, és akkor azzal mész. Igen. Tehát ne engedd ezeket a dolgokat, hogy túlságosan befolyásolják a te jelen pillanatodat. Lerobbant a kocsit, lerobbant. Te vagy, hogy eljutottál. Ne agyalj azon túl sokat, hogy ez akkor most minek volt a jele, vagy minek nem volt a jele. Érdemes, hogyha ez mondjuk tendenciózus, tehát mindig akkor robban le a kocsit, amikor valamiféle darma tevékenységre mész, akkor lehet, hogy még lehet feltenni egy kérdést, hogy vajon valaki melletted nem buherálja ilyenkor mindig a kocsit? A kis ördög. Igen. Nem lazítja meg a csavarokat véletlenül. De most egy személyes, picit személyesebbre véve a dolgot, ezt emlékszem, hogy sok évvel ezelőtt, amikor elindultam egy elvonulásra, és hát akkor lerobbant a hátam, és akkor én is ugyanezt a kérdést tettem fel Csongán Szunimnak, hogy hát most lerobbant a hátam, lehet, hogy akkor most nem kéne nekem kimenni, de pláne, hogy ki kell menni, elvonulni ilyenkor. Hogyan tudom rendezni a viszonyomat egy olyan emberrel, aki elzárkózik, és nem hajlandó a kompromisszumra? Egy olyan emberrel, nagy O, nagy E. Na, igen, a kisfiam édesapjáról lenne szó. A kisfiad édesapja? Igen. Még a férjed? Nem is volt a férjem. Oké. Hány éves a kisfiad? A kisfiam most másfél éves. Mi a rendezetlenség közted és az apja közt? Hát én igényelném, hogy többet besegítsen, és hogy részt vegyen a gyerek életében. A kicsi nagyon ragaszkodik hozzá, és fáj ezt látni. Hogy nem vesz részt az apja eleget. Jó, akkor legyél szíves olyan történeteket elé hozni, ahol világos 7-8 éves korban, hogy a gyerek azért sérült, mert az apja nem volt jelen az első 3 évben eleget. És meg kell kérdezni apukát, hogy azt akarod-e, hogy a gyerekünkből ez legyen. Ahogy ezt a bevezetőben mondtam, tessék az ok és okozat kőkemény láttatásával mutatni, ezekkel a gyerekekkel azért lett ez, mert az apjuk nem volt jelen. És sorolhatnám a különböző tüneteket, de kutasd ki, de a fegyelmi problémáktól kezdve, az önrendelkezésig, önállóságig, önbizalomig, minden, ami az yang, az apai oldal, az nem 3 éves kor után kezd el alakulni, az már az indító programban pocak előtt elkezd alakulni, kőkeményen formálódik a 9+1 áldott hónap alatt, és a rákövetkező 1 év kulcs, de a plusz 2 is. Tehát apuka a jelenlétével formálja ezt, az energiájával, a tudattartalmával, mert kedves férfi társaim, ugye mindenki tudja, hogy van anyatej, ugye ezt tudjuk. De az apa mivel táplálja a kisdedet? Hol van az apa tej? Ugye? Nem itt. Hol van? Mi az az energia, mi az a mentalitás, mi az a tudatforma, amivel táplálom a saját gyermekemet? És ha ezt a kérdést egy apa nem teszi föl, akkor azt mondja, jó, elmegyek pecázni. Meg kicsit zavar a gyerek, az anyjával meg nem beszélek, elmegyek 3 hétre tusványosra, azt vissza se jövök. Csak egy jó darab idő után. Tehát ezek olyan döntések, amelyek a gyermekben a yang oldal, a férfi archetipus fejlődését súlyosan befolyásolják. És hozzá légy szíves elé olyat, amikor ez előre haladott, orvosilag bizonyított, és ezzel egy kicsikét így megcsavarod a spanyol csizmát rajta. Jó? Nagyon köszönöm. Szívesen. Ott. Egy kérdésem van, hogy amikor szó kerül arról, hogy a tan kiárad keletről a nyugati világ fele, akkor hol van ebben a történetben Tibet? Tibet egy nagyon fájdalmas ponton van, és Korea is.
Azt tudni kell, hogy a buddhizmus, mivel nem térítő és számomra nem is vallás, hanem sokkal inkább út és realizációs praxis, ezért senki, akit én keleten megismertem, nem beszélt arról, hogy nyugatra akar jönni. Sung San Zen-mester azért jött nyugatra, mert a tanítója, Kobong Sunim azt mondta neki, még a halála előtt a 60-as években, hogy te nyugatra viszed a tant. És kész, 72-ben indult. Ez azért volt, mert a koreai háború után, amely 51-53 között teljesen letarolta az országot, előtte pedig a japán gyarmatbirodalom, az tényleg egy nagyon kemény 40 év volt. Az utána levő változások Park Chung-hi elnök alatt mutatták, hogy az ország merre megy. És a mesterek látták, hogy a hagyomány gyökerei veszélyben vannak. És át kell ültetni nyugatra ahhoz, hogy a teljesen új hajtásokat hozzon, mert keleten elkezdett előregedni, elkezdett egy kicsit irrelevánssá válni a fiatalok szemében, azt mondták a buddhizmusra, a nagymamán vallása, és igazából nem válaszolta meg a jelenkor kérdéseit, csak mostanában kezdte. A 2000-es évek után, amikor már tényleg látta, hogy mi történik. De addig eltelt 30-40 év, és a hagyomány gyökerei elkezdtek kifordulni a földből. A fogyasztói társadalom által, a felgyorsult életvitel által, az egyéni boldogságkeresés által. És ezek olyan tendenciák voltak, amelyek most például azt mutatják, hogy a 28 évvel ezelőtti szerzetesi képzésemben még 2x120 novícius jelölt volt, ebből körülbelül 100-110 per darab vizsgázott le évente és tehetett fogadalmat, tehát évente körülbelül 200-220 novícius jött frissen. Ebből mára a töredéke maradt, évi 30 van. Tehát kb. 15%-ra csökkent ez le, mert a társadalom ekkorát változott. Az a klasszikus tan, amely csak a szerzetességet teszi meg, mint gyakorló, szertartásvezető, szútra tanító egzisztenciaként, hiába vannak világiak, hiába vannak buddhista egyetemek, a hagyomány gyökere még mindig az, amit Sákyamuni Buddha és a pátriárkák tanítottak. Hogy szerzetes leszel, levágod a hajad, ott hagyod a családodat, ha volt, nem házasodsz, nincs gyereked, és így gyakorolsz. Ez az alap archetípus. Az, hogy később te mit teszel ezzel az eredménnyel, vagy eredménytelenséggel, az a te dolgod. Vannak nősrendek Ázsiában, mindenhol. Japánban, Koreában, Kínában és Tibetben is. Tibetben négy nagy rend van. Az egyik a legrégebbi, a Nyingma. Ennek a meditációs ága a Dzogchen. A Sákyapa, Kagyüpa és Gelugpa jóval későbbi. A Gelugpa, ahova minden dalai láma tartozik, az 1686-os alapítású. Ezeket azért mondom, hogy történelmi távlatban láthassuk, hogy mi történt a kommunista Kína által 1959-ben és azután, hogy ennek a tannak külföldre kellett kerülnie. Ott nem az volt, hogy a tanítója a 15. dalai lámának, tehát a 14. vagy Kalu Rinpoche, Dilgok Jensze Rinpoche, vagy Paltrú Rinpoche azt mondta volna, hogy neked külföldre kell menned. Nem, jöttek a katonák, és menekülni kellett. Menekülni kellett Dharamszalába, és utána pedig az egész világba. Japán ugyanez volt, csak két atombomba, amerikai megszállás és invázió, és ezek után a kölcsönt úgy adták vissza szellemileg, hogy az elképesztő vákumba, amiben a nyugat szenved már egyébként több évtizede, belépett a japán zen, és visszahódította Amerikát szellemileg. Ez nem túlzás. Úgyhogy azért jött nyugatra a tan, mert a keleti gyökereit elkezdte kivagdosni a 20. század. És a 20. század azzal az ideológiával, vagy vallással vértezte föl magát, amely a kommunizmustól az extrém terjedő és terjeszkedő kereszténységig letarolta Kínát, Japánt, Koreát, Tibetet, Nepált egy kicsit, ott azért Kínának elképesztő hatása volt, de nem szállta meg. Úgyhogy ezek a változások
teljesen felfordították azt a rendet, amelyben Ázsia élt. Ez a 20. század elején kezdődött, kicsivel több mint 100 éve, és a mai napig tart. És ezért lehetünk szerencsések, hogy hozzánk nem valami származéktan érkezett el, hanem egy olyan mester, aki három vonalvívő zenmestertől kapott átadást. Ez volt Sun Quan zenmester. És ezért érzem azt, hogy a hagyományról kell beszélnünk, és nem csak valami praxisról, amit valaki kitalált, és mi pedig kicsikét csavarozunk rajta, és továbbadjuk, hogy jól érezd magad. Itt jóval többről van szó. Ugye Tibet egy elképesztő fájdalmas pont, de a történelem paradoxona, amellyel nem lehet indokolni semmit és senkit, az az, hogy enélkül a megszállás nélkül a tan Tibetben maradt volna. Ebben biztos lehetsz. Hálásan köszönöm. Nagyon szívesen. Itt? Kérdésem az, hogy honnan tudjuk, hogy megérkeztünk ebbe az ürességbe. Ha üresség, akkor már hol vagyunk mi? Hol van az a határ, amikor tudjuk azt, hogy megérkeztünk, és még mi vagyunk azok, akik megérkeztünk? Hol vagy te most? Itt. És köszönöm, hogy itt lehetek. Mi is köszönjük, hogy itt vagy. Az ürességben vagy, vagy nem az ürességben vagy? Mivel, hogy keresem, valószínű, hogy még nem vagyok ott. De... Mi az, ami keresi? Ezt nem tudom. Na tessék. Ha nem tudom, még legtöbbször nagyon-nagyon nehezen jutunk el. Mégpedig azért, mert helyettesíteni szeretnénk az ilyenséget, a világ ilyenségét szavakkal, véleményekkel, azonosulásokkal, és még az ürességet is szeretnénk megérteni, és szeretnénk tudni. És amikor azt mondják, hogy ez az üresség, és még egy kicsit perverzebbek hozzá is teszik, hogy nem tudom, hogy mások, akkor ezen rémisztőnek hat. Európában az üresség egy ilyen félelmet kelt, mert sokszor a nihillel azonosítják, de ez is egy azonosítás. És szeretnék azt, hogy az üresség az valami olyasmi legyen, amit ők megteremtettek gondolatban, akkor, amikor olvastak az ürességről, még akkor is, hogyha mondták, az üresség az tulajdonképpen teli üresség, vagy teresség. De itt vagyunk, és kimondunk szavakat, és szeretnénk, hogyha ezek a szavak helyettesítenék azt, ami van. Mi ez? Bot. Ez a szó, amit kimondtál, és ez. Azonos vagy különböző? Leírja a szó azt, amit a kezedbe fogsz. Menjünk vissza a szavak elé, a gondolatok elé, az érzelmek elé, és pillanatról pillanatra a teret lássuk, térszerű, tükörszerű tudattal lássuk azt, ami van. És ezt akkor nem kell elnevezni. Hogyha elnevezgeted mindig az ürességet, akkor nagyon gyorsan elüt az autó az átjárón. Mert ahelyett, hogy cselekednél, értelmezgetsz. Nincs rá szükség, hogy tudd, hogy akkor én már megérkeztem. Zárójelben megjegyzem, hogy az út végtelen. De ezt nekem ne hidd el. Csak engedd, hogy a nem tudom, az az üresség, az egy kicsit az a csend, az megmutassa magát. És használd egészséggel, és használd mások egészségére. Köszönöm. A szenvedélyek kötelékei sokfélék. Fogadjuk, hogy mintől megszabadulunk. A szenvedélyektől szabadulunk meg, vagy a kötelékektől. Mi van a szenvedéllyel végzett tevékenységek munkától, amivel valamit teremtünk? Elsősorban a kötelékektől és a kényszerű azonosulásoktól szabadulunk meg.
akkor vetted észre, hogy a szenvedély már nem köt, hogyha ki tudod kapcsolni. Meg tudsz állni. Vissza tudsz térni a nem mozdulóba. A szenvedély mindig hajt valami felé, vagy valami elől. És nézd meg a görögöt, mert azért ők értettek valamihez, Pitagorásztól egész Delfóig. A pátosz az a szenvedély. Hogyha a lélek azonosul a szenvedéllyel, akkor a pszichében sok a pátosz, és ebből lesz a pszichopata. Tehát, ha túl sok szenvedélyhez ragaszkodunk, nem csak, hogy szétessünk a külvilág szemében, megbetegszünk. Az egészségünket lerombolja a szenvedélyekhez, vagy akár egy szenvedélyhez való ragaszkodás is. És a pszichopata az nem csak az, ami felhalmozódik szenvedélyként, hanem a társadalom szemében még az is az, hogyha hiányzik egy olyan szenvedély belőled, ami mindenki másban úgy tűnik, hogy megvan. Ezért kell arra figyelned, hogy csak különbözöl a többi embertől, vagy tényleg bajod van. Hogy tényleg ragaszkodsz valamilyen szenvedélyhez, és akkor az szétüt, működésképtelenné tesz, vagy lemondtál egy olyan szenvedélyről, ami úgy mindenkinek van, és te szenvedélyesen ragaszkodsz ehhez a lemondáshoz. Értjük? Ez az a paradox, amit a pszichopaták nem értenek, mert ők csak egy irányba tudnak menni. Amikor abszolutizálod a karmát, akkor az mániává válik. A mánia, hogyha kap érzékszervi, érzelmi töltést, akkor lesz szenvedély belőle. A mánia az általában ilyen értelmi dologgal kezdődik. A szenvedély valamilyen érzékeléssel. És azt mondod, ez nekem jó, ez kell. Az elején picit fájt, de ez engem megtölt energiával, és ez nekem kell. És akkor az ember függővé válik, kőkeményen. És a szenvedélyek kötelékei a legjobban látható függőségek. És ezért mondjuk azt, hogy ezektől a kötelékektől érdemes megszabadulni, nehogy a szenvedélyek kisajátítsák a lelket, és a sok pátosz pszichopatává tegyen minket. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Itt. Igazából engem az érdekelne, amikor van a karma tisztítás, olyankor ugye rengeteg karmától szabadul meg az ember állítólag. És azt utána hogy tudnám úgy szinten tartani, hogy ne ugyanúgy kreáljam azokat a karmákat, amiket úgymond megtisztítottam? Kertészkedtél már? Igen. Hát ott van a komposzt például. Az akkor tiszta, vagy nem tiszta? Attól függ, honnan nézzük. A karma pont ilyen. Tehát az, hogy ez eleve a tisztaságmánia, az félegészség. Tehát az, hogy te folyamatosan csak tisztaságot akarsz, az ebben a világban nem működik. Az, hogy tisztá, az, hogy helyesen használod-e, az már egy másik dolog. És az, hogyha te valamilyen praxissal te rálátsz ezekre a működésekre, ezekre a karmákra, szinte olyan, mint egy tudati emésztési folyamat. Ezért jutott eszembe ez a komposzt dolog. Vagy az emésztés, ugye, hogy valamiféle a látás által rájuk kell egy olyan tudati enzim, hogy úgy mondjam ezekre a még addig átlátatlan karmákra, amik később akkor már a tudatosság fényében használhatók. Tehát ugye úgy vannak ilyen mesteremberek, akiknek szép rend van a műhelyükben, mindig csodáltam őket, én soha nem tudtam ilyet tenni, nem is vagyok mesterember, zárva bezárva. Szóval nem mindegy, hogy a fúrót azt melyik izébe nyomott bele, hogy bepattam, vagy nem pattam be. És hogyha egy fúrót már rossz helyre teszel be, akkor a következőt már nem tudod a helyeset betenni ugyanoda, és akkor az egész elkezd összekavarodni, az egész rendszer. És akkor az egészet újra kell kezdeni. De ha látod tisztán, hogy ez így működött, akkor majd a helyére kerül szépen magától, és nem kell tisztogatni. A komposzt az nagyon jó.
Amikor a szemetesben van, akkor még kicsit büdös, de akkor kivisszük a komposzttelepre, és olyan hasznos anyagokat fog, táptalajt fog eredményezni, amiből majd utána megint lehet zöldséget termelni, és a karma az ugyanilyen. Hogy szépen átforgat, átlátott karma, az nagyon-nagyon hasznossá tehető, hogyha megfelelő az irány. Hogyha nem magadnak akarod például, hogy én akkor most már megtisztultam, innentől fogva mindenki bekaphatja, mert én most már tiszta vagyok. Ezt érezzük, hogy ez nem működik. Tehát, hogyha megtisztult a karmád, akkor fel fogod ismerni, hogy segíts egy kicsit másoknak is, ahogy lehet. És ez fog végső soron segíteni neked, hogy a te szavaiddal élve, hogy ezt a tisztasági nívót ezt fenntartsd. Mitől lesz a karma szennyezett vagy koszos? Hiszen tisztítani akarod. Hát nem lesz koszos, vagy nem lesz szennyezett, mert hogy ugye én kreáltam. Hát akkor tényleg nem lehet koszos. Illatos kaki a köbön. Tessék! Na, mitől lesz szennyezett az a karma? Mondjad. Hogy nem akarom azt már tovább vinni. Nem. Nem. Nem akarsz tovább vinni egy karmát, leteszed, ott hagyod, megeszik a kutyák. Beszívja a föld. Mitől nem tudod letenni a karmát? Vagy nem akarom még, vagy nem ismertem föl. Úgy tűnik, hogy le akartad tenni, de mégsem. Vajon miért? Ragaszkodás. Ajjajjajjajjaj! És az a ragaszkodás honnan jön? Hát azt hiszem, hogy az egy biztonság. Mit jelent az, hogy azt hiszem? Kicsit rövidre zárva a feszültséget. Ha énesítesz egy karmát, attól beszennyezed. Ha éntelenítesz egy karmát, akkor megtisztul. Nem a karmával van baj, veled van a baj. Mindenkire érvényes, ne vigyorogj. Érted? Azt hiszed, hogy most róla... Nem, rólad van szó. Mindenkiről. Oké? Okay? Tehát énesítesz egy karmát, abszolút lesz. Abszolút karma lesz. Kinevezed jónak, rossznak, de mindenképpen énesíted, és ez az én karma. És kész. Ha énesíted és abszolutizálod, akkor megszűnik lélegezni. Megszűnik kölcsönhatni a többi karmával, a többi normálisan működő, relatív karmával. Legyen az egy személyiségelem, egy kapcsolat, a világnak bármely része. És ekkor elkezd rohadni belül. És ez a rothadás szag, ez az önközpontúság, ez az én teremtés, ez az abszolutizálás, na ez az, ami beszennyezi. Egyébként az ég mindig kék, a fű mindig zöld, ez a padló mindig barna. De ha elkezded énesíteni, és ennél sokkal bonyolultabb karmákra tesszük rá az egónak a bélyegét, akkor olyan elképesztő szennyezettséget tudunk létrehozni belül, hogy a világ nem tudja, hogy ez az ember miért depressziós, miért cselekvésképtelen, miért van ennyi baja, miért projektál ennyit, miért gyenge, miért gyáva. Azért, mert ezeket a szennyeződéseket, énesítéseket, abszolutizálásokat nem tisztította le a tükörről. És így a karmákat beszennyezte a saját énjével. Te mit gyakorolsz? Azt azért mondd el. Legyél szíves. Szoktam meditálni, igazából ennyi. De szerény is vagy, ez tetszik. Milyen irányzatot? A buddhizmus szeretném, igazából. Nagyon új vagyok benne, de nagyon érdekel. Tanítód van? Nincs még. Az baj. Előbb-utóbb ez a mosoly és fényes szem akadályokba ütközik, hogyha valamilyen tanítója nincs. Van választék, tessék körül nézni. Ugyanúgy kell egy határozott dharma, egy alfa hagyomány, és egy közösség, távoli vagy közeli, ahova jársz. Ha ez nincs meg, ahogy ezt a bevezetőben mondtam, a legjobb szándékkal is irányt lehet téveszteni. Köszönöm szépen. Szívesen. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudok felnőtt nőként viszonyulni az édesanyámhoz. Az jött le nekem, hogy egyrészt, hogy megkérdezem, hogy miben segíthetek. A saját problémám az, hogy hol belecsúszok abba, hogyha valamit nem úgy teszek, ahogy elgondolom, hogy neki szüksége lenne. Amiben segíthetek, nem egy általános panacea. Nevedd be más gyógyszerét.
Tedd fel a kérdésedet konkrétan, például, hogy hol látod az akadályát annak, hogy te felnőj az anyád szemében? Mi az? Lehet, hogy az, hogy nagyon gyakran azt teszem, amit ő szeretne. Ez önmagában nem rossz, de valójában szüksége van arra, amit kér tőled, vagy csak uralkodik rajtad, mert akar valamit? Nem mindig van szüksége. Akkor ezt ki kell tudni mondani? Kiderül, hogy nem örvend már neki. Édes jó anyám, szeretlek, és hálás vagyok azért, hogy életet adtál nekem, de amit most kérsz tőlem, arra nincs szükséged. Ezt akarod tőlem. Miért? És akkor elkezdi mondani. Tehát ilyenkor a kommunikáció elképesztően fontos. A tanítványaim megmondhatják, hogy mennyire nem szeretem a felesleges beszédet. De a családban nagyon fontos ahhoz, hogy a korábbi bekövesedett mintázatokat fel tudjuk oldani, hogy édesanyád meglássa, hogy te nem az vagy, akit ő most a lányának gondol. Mert mondjuk elakadt a 10 évvel vagy 20 évvel ezelőtti önmagadban. Te mindig az én kicsi lányom leszel, és közben felnőttél, és van 2 gyereked. Például. Hát innentől kezdve, hogy tudomásul vegyük egymást úgy, ahogy vagyunk, bizony kommunikálnunk kell, hogy a projekciókat, illúziókat le tudjuk fosztani egymásról, az egymásról alkotott képről. És ekkora tényleg megmutatkozó segítő szándék, az már felteheti a kérdést, mert jól fogja fogadni, nem pedig a szűrőkön, ambíciókon, szülői maradványkarmán keresztül. Ezért fontos az, hogy először tisztázzuk le a helyzetet, tisztázzuk le a kapcsolatot, és ekkor tudunk helyesen együttműködni. Hölgyeim és uraim, mindenkinek köszönöm azt, hogy ma megjelentek. Remélem, hogy a közösen folytatott gyakorlat, elmélyedés, tanulás, tisztulás segítségével letisztázzuk a helyzetünket, helyesen kapcsolódunk, és helyesen működünk együtt azért, hogy ebben a világban minél kevesebb szenvedéssel és szenvedtetéssel éljünk. Ez megnyitja természetesen az utat, a boldogság, a szeretet, az együttérzés, a bölcsesség és az önzetlen segítség felé. Köszönjük a figyelmet!